Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Seregi Dóra vagyok, a ProKultúra Sopron Non-Profit Kft. Marketing igazgatója. A mai témánk a Sopron melletti, attól kb. 10 km-re található Bertrákosi Kőfejtő és Barlangszínház 2019-es programjai, a 2019-es évad. A másik oldalon, ahogy látják, a SÜH felirattal a soproni ünnepi hetek található. Nem véletlenül, hiszen maga a Barlangszínházi program is a soproni ünnepi hetek nyitó előadása. Tulajdonképpen a tematikus hetek közül a soproni Barlangszínházhoz kapcsolódik nagyon-nagyon sok programunk. A magas ünnepi hetekről csak, hogy milyen régi történetről van szó, annyit hadd mondjak el, hogy 1932 óta rendezi meg Sopron városa ezt a jeles kulturális eseményt. Kisebb-nagyobb megszakításokkal természetesen. Az újkori történelmében most már a 62. alkalom lesz idén, hogy a soproni ünnepi heteket megnyitjuk. Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem és bemutassam Önöknek a meghívott vendégeinket. Elsőként dr. Fodor Tamás, Sopron megyei Jungváros polgármesterét. Az ő jelenléte is mutatja, hogy Sopron város számára mennyire nagyon nagy jelentőséggel bír a mai sajtótájékoztató. Pataki András, ügyvezető igazgató úr, Jászai Maridíjas főrendező. Óbert Frank Péter, tiszteletdíjas, magyar karmester, érdemes művész, zongora művész, a Soproni Kertvédés Színház zenei vezetője. Horváth Kornél úr, tisztelettel köszöntöm, Kossuth Díjas ütőhangszeres művész, a Sopron Dráma Fesztivál művészeti vezetője. Forman Gábor, jazz, szakszofon művész, zenetanár, a Magyar Jazz Szövetség vezetőségi tagja és a Budapest Jazz Orchestra igazgatója. És végül, de nem utolsó sorban Rácz Zoltán, tiszteletdíjas, Kossuth Díjas ütőhangszeres előadó művész, az Amalinda Együttes vezetője. Mielőtt átadnám a szót dr. Fodor Tamás polgármester úrnak, kérem, hogy tekintsék meg azt a kisfilmet, amely bemutatja Önöknek azt a helyszínt, amiről ma beszélni fogunk.